A Művészetek Házában 12 előadást vittek színre a község általános iskoláinak színjátszói és a Bácskos út falvi iskola diákjai. A Horgosi Pöttöm színpad egy szomorú, a Kút titka című mesével készült. Rengeteget próbáltunk, és az iskolában, az órák után, és mindenki éhalt, de jól éreztük magunkat mindig. A fesztivált a szervező Horgosi Kárász Karolina általános iskola két versenyen kívül indult színdarabja nyitotta meg, majd Szekeres Valentin az iskola megbízott igazgatója szólt a megjelentekhez. Halhatatlanságát mi sem bizonyítja jobban ennek a találkozónak, mint hogy pedagógusaink és diákjaink fáradhatatlanul felkészülnek, és folyamatosan részt vesznek folyamatosan jelentkező minden évben erre a gyermekfesztiválra. A darabokat maguk a diákok választották, bármi számításba jöhetett a klasszikus mesétől a modern szövegekig. A gyerekeknek is nagyon jót tesz mindenképp a színpadi szereplés, ugye a kifejező készséget, a mozgást, színpadi szereplést, megjelenést, kiállást fejleszti a gyerekeknél. A fesztiválon a Kispiaci, Horgosi, Magyarkanizsai, Oromhegyes és Bácskos útfalvi iskolák színjátszó csoportjai léptek fel. A legjobbak könyvekből, füzetekből, írószerekből és édességekből álló csomagot kaptak.